Az Egyesület fő és elsődleges célja a megelőzés. Ebben a pályázatban elsősorban itt az információ nyújtással, különböző olyan pszichés és magatartásra, önismeretre, a családok bevonására, a fiatalok és a környezetük hozzátartozóik megszólítására dolgoztunk ki komplex programokat. Nagyon sokakat el tudunk érni a veszélyeztetett korosztályból is. Az elsődleges célcsoport a pályázatban az a 14-18 év közötti, alapvetően a kábítószer vagy bármilyen szer szempontjából veszélyeztetett fiatalok és az ő hozzátartozói. Ezen belül is nyilván kiemelve a hátrányosabb helyzetű fiatalokat és hozzátartozóikat. Békés megye közepesen fertőzött területnek minősül kábítószer-probléma, illetve szenvedélybetegségek szempontjából. Két éves projektidőszakban közel 400 alkalommal valósulnak meg programok. 21 féle programelemünk van. Vannak olyan napok, amikor 3-4 program is megy szinkronban egymással, különböző célcsoportokat bevonva. Ezek egyik nagyon fontos eleme az a helyi együttműködés. Különböző olyan szervezetekkel, intézményekkel, akik kábítószer probléma vagy szenvedélybetegség szempontjából bármilyen módon kapcsolódnak ezekhez a mi általunk elérni kívánt fiatalokhoz és hozzátartozókhoz. Gondolunk többek között családsegítő és gyermekjóléti szolgálatra, iskolákra, más olyan intézményekre, civil szervezetekre, akik bármilyen módon a megelőzéssel vagy akár a kezelés ellátással foglalkoznak. A kutya, az állat az mindig ad egy olyan pozitívumot, plusz erőt, hívót, szót, energiát, amit érdemes kihasználni. És így jött az ötlet, hogy a fiatalokkal való foglalkozásba, a fiatalok bevonásába, elérésébe vigyük be a kutyát. Magyarországon az állatasszisztált aktivitások, állatasszisztált terápiák ma már nagy népszerűségnek örvendenek. Az állatok, ha bevonjuk őket bármilyen célcsoporttal való foglalkozásba, akkor már az első pillanattól kezdve, ha semmi mást nem segítenek, akkor segítenek abban, hogy oldanak. Az állat érintése, az állat látványa az már egy feszültségoldást jelent. És ebben a kötetlenebb légkörben egészen másképp megy be az információ, és egészen másképp tudunk ezekkel a fiatalokkal foglalkozni. Amellett, hogy az önismeretüket tudtuk egy kicsit fejleszteni, a kommunikációs készségüket, egy kicsit belekaptunk a konfliktus kezelésbe. Mi azt gondoltuk, hogy azok a fiatalok, akik hozzánk bekapcsolódnak, azok azt a tudást, amit itt kapnak, azt az eszköztárat, amit itt megszereznek, azt ők majd, mint egy a környezetüket mentorálva tudják hasznosítani. Teljesen más az ember hangulata és kisugárzása, hogyha egy kutya közelében van. És szerintem sokkal jobban tudunk itt tanulni, hogyha van úgymond egy segítő társunk, aki ott van mellettünk. Az elején féltem megnyílni, meg ugye társaságban kommunikálni, de aztán nagyon sokat segített ez nekem, és nagyon átértékelődött az egész itt létem Csabán, hogy először nem szerettem itt lenni, és aztán ez nagyon sokat segített, vagy ugye megismertem nagyon jó sok embert, és egy nagy családdá kovácsolódtunk, és ezáltal nagyon-nagyon szeretek itt lenni, és amit itt megtanulok, azt tudom hasznosítani is, illetve már tudtam hasznosítani, továbbadni a tudásomat. Megvalósultak már önsegítő csoportok, ezeket egyértelműen fenntartani is kívánjuk a projekt lezárását követően. Van egy Rócsó nevű programelemünk, amelynek az a lényege és célja, hogy Békés megyében különböző olyan kisebb-nagyobb településeket látogatunk meg, és érünk el ott a mi célcsoportjainkból nagyon sokakat, akik bármilyen módon érintettek, illetve az ő hozzátartozóikat, hogy számtalan információt kaphatnak. Nyilván a konkrét
konkrét szerekről, szemüli betegségről, illetve ott is ilyen életvezetésről, illetve alternatív terápiákkal kapcsolatosan nagyon-nagyon sok hasznos információt kaphatnak. Alternatív programként 3 napos táborok valósulnak meg, teljes ellátással vehetnek részt a célcsoporttagok. Nyilván akinek egy rendszeres szerhasználat, vagy legális, vagy illegális szerhasználat megjelenik az életében, ott a háttérben biztosan érzi, hogy ő nincs jól. Alapvetően itt a családhoz szokott visszavezetni a szál, tehát alapvetően a gyermekkori különböző érzetek, traumák, élethelyzetekhez, amelyet természetesen felnőtt korban és utána visz tovább. Az Egyesületnek egy nagyon fontos eleme a családterápia, a családkonzultáció. Bármilyen szerhasználattal kapcsolatban a család bevonása is a program része, és nagyon támogatólag tudhatni. Az alkohol probléma a legnagyobb probléma Magyarországon is, Békés megyében is és Békés Csabán is. Fiataloknál jellemző az úgynevezett rohamivás. Ez azt jelenti, hogy nagyon rövid időn belül nagyon-nagyon nagy mennyiséget fogyasztanak el, és nem feltétlenül a legjobb minőségű szerekből. Nagyon fontosnak gondoljuk, hogy ilyen különböző új típusú pszichoaktív szerekkel kapcsolatosan is információkat adjunk, hiszen azt megtapasztaljuk, hogy ami mondjuk egy nagyobb városban megjelenik szer, az nagyon rövid időn belül Békés Csabán, Békés megyén is megjelenik. És ennek a programnak egy elvárt és azt gondolom nagyon fontos eleme, hogy a program végére készüljön el egy helyi akcióterv, amely a program végétől számítva még legalább egy 2 évig tartalmazza, hogy a megelőzés szempontjából melyek azok a pontok, prioritások, amit fontos figyelembe venni, mi az, amit meg tudunk valósítani, hogyan tudjuk ezt közösen megvalósítani, ezeknek a program végére rendelkezésre kell állniuk.